Láthatatlan helyzet, avagy így épül a polgári Magyarország címmel. Öni a szóképviselő úr. Tisztelt országgyűlés, Orbán Viktor szerint a választási irodánál méltatlan helyzet alakult ki. Méltatlan az a helyzet, amikor is bőrfejű verőlegények akadályozzák meg, hogy Nyakó István népszavazási kezdeményezéssel éljen a vasárnapi boltzárással kapcsolatban. Még szerencse, hogy Orbán Viktor nem sajnálatos keddi eseményeknek nevezte az ott történteket. A kérdés persze az, hogy hogyan is alakult ki ez a méltatlan helyzet. A történet úgy kezdődött, hogy 2012-ben a Fidesz eltörölte az addig meglévő népszavazási törvényt, és elfogadta ezt a szintén a miniszterelnök által csak szerencsétlennek titulált szabályozást. Az elmúlt egy évben egy ország nézte bénultan, hogyan játsszák ki a törvényt, hogyan csapják be az embereket álcivilek a választási szervek tevőleges asszisztálásával. Aztán, amikor világossá vált az embereknek, hogy nem az MSZP tehetetlenkedik, hanem itt bizony egy egész rendszer azon mesterkedik, hogy ne lehessen népszavazást tartani, a Nemzeti Választási Iroda vezetője és maga Patyi András is hivatalosan kezdeményezte a törvény megváltoztatását. És lásd csodát, újra semmi nem történt fél éven keresztül. Legutóbb, azon a bizonyos fekete kedden pedig bekövetkezett, amit senki nem akart volna elhinni Magyarországon. Bőrfejű verőlegények elfoglalták a Nemzeti Választási Iroda épületét, és erővel megakadályozták, hogy Nyakó István jogszerűen benyújtsa kérdését. Ezt azóta a bíróság jogerős döntése is kimondta. És mit tesz közben a kormány? Mit tett a rendőrség, az ügyészség? Semmit, tisztelt képviselőtársaim. Hol van ilyenkor Pintér Sándor? Hol van ilyenkor Pólt Péter és Keresztes Imre? A magyar államot támadás érte, és ők nézik tétlenül? Azt akarják elhitetni egy országgal, hogy két hét alatt nem képesek beazonosítani és megtalálni egy tucat bőrfejűt, akikről a teljes magyar sajtó és a választási szervek kamerarendszere is felvételeket készített. Azt akarják elhitetni velünk, hogy képesek megvédeni a magyar embereket, akár terrorista támadással szemben is, miközben a sajtó által név szerint beazonosított embereket meg nem találnak meg, vagy nem is keresik. Az hogyan van, hogy Gulyás Mártonnal és társaival szemben, akik plakátokat helyeztek el az MVI épületén, hogy így tiltakozzanak az ott történtek miatt, mindjárt egy fél alosztjányi rendőr intézkedett, és bűncselekmény miatt már folyik is ellenük az eljárás. Tibikéjéket meg azóta se látta senki. Tisztelt országgyűlés! Az a helyzet, hogy ameddig a felelősséget nem kerítik kézre, és nem büntetik meg, amíg Kubatov Gábor szerepét nem tisztázzák, és őt el nem távolítják a Fidesz alelnöki és pártigazgatói posztjáról, addig teljesen jogosan gondolja úgy egy ország, hogy itt bizony nem történt más, mint hogy Orbán Viktor személyes utasítására meg kellett akadályozni a vasárnapi boltzár eltörléséről szóló népszavazást. Ezt az utasítást pedig Kubatov Gábor a Fradi Securityhez köthető verőlegényekkel hajtatta végre. Ez a látszat, és ezt eddig senki nem cáfolta. Orbán Viktor a keddi támadás után néhány nappal a szokásos évértékelőjében az alábbiakat mondta, idézem szó szerint. Mert most épülhet az, amit polgári Magyarországnak, polgári berendezkedésnek, nemzeti keresztény korszaknak, magyar országnak gondolunk. Így épül tehát a polgári Magyarország? Ez a nemzeti keresztény magyar ország? Bőrfejű verőlegényeket küldeni egy népszavazás megakadályozására, aztán cinkosan eltusolni azt, ez polgári önöknek? Az a tucatnyi bőrfejű képviselte az önök nemzeti keresztény irányvonalát? Hol van ilyenkor Balogh Zoltán? Hol van ilyenkor Gulyás Gergely? Hol vannak a szabadságkörösök? Mi ez a nagy hallgatás, uraim, tán önök is nyakik benne vannak? Ezt az ügyet súnyogással, eltusolással nem fogják megoldani. Itt egy olyan határt léptek át, amely nem csak az ellenzék, de bizony a kormányzó pártok támogatói körében is megbotránkozást és félelmet keltett. Ezért ki kell mondanunk, ugyan szükség van egy normális és igazságos új népszavazási törvényre, de erről csak azt követően lehet beszélni, ha végre kiderül, mi is történt azon a bizonyos fekete kedden a Nemzeti Választási Iroda épületében. Demokrata és hazafi nem lehet cinkosa még hallgatólag sem azoknak, akik el akarják tusolni mindazt, ami történt. Orbán Viktornak és kormányának pedig nincs morális tőkéje tárgyalni a jövőben népszavazási törvényről mindaddig, amíg nem tisztázódik az esetleges érintettségük. Végezetül tisztelt képviselőtársaim! És Gulyás Gergely tisztességét és igazságérzetét gúzsba köti a pártlojalitás, helyettük ma én adom át Orbán Viktornak a jogtipródíjat. Emlékeztesse önöket,
hogy mihez is adják a nevüket. Köszönöm, hogy meghallgat. Völner Pál államtitkár.